Sziasztok! Már nagyon sokan vártátok ezt a részt. Úgy kezdtél, folytassuk a randi összehozatalt. Most nagyon sok minden változott azóta, sok-sok gondom adódott, ezért is késett ennyit ez a videó. Úgyhogy remélem megbocsátjátok nekem, nem tudok beszélni, se semmi gond. A lényeg az, hogy mint látjátok, nagyon sok akciópontom gyűlt, illetve pénz, úgyhogy remélhetőleg jó sok ideig el tudom vinni ezt az epizódot. A lényeg az, hogy csatlakoztam a kosárlabda klubhoz, és Castielt kellene megkeresni, hogy elvigyen oda. De az előző epizódban sem, vagy epizódban, tehát, na végre itt van. Az előzőjekben sem került elő, és sok-sok akciópont elment. Úgyhogy remélem, hogy most már minden rendben lesz. Nos, lássuk a következő helyes válaszokat. Itt az A lesz a megfelelő. Tehát itt egyértelmű csak egy maradt, és itt meg kell keresni majd a kosárlabdákat. Itt lesz kint 3, azon a részen. Nataniel-nél, hogy szintén, hogy nem akarom levinni nagyon az esélyt, de nem is akarok annyira vele jóba lenni, mert itt a lényeg az, hogy Castiel menjünk randizni. Na nézzük, itt nála ez lesz lesz a megfelelő, úgyhogy tehát remélem, hogy közben ellenőrzés van folyamatosan. Igen, tehát hogy vigyázzak. Ez mi ez? Van egy csomó reklám. Azért szeretem, igen. Na, szóval szedjük össze tovább a kosárlabdákat. Itt volt egy, menjünk be ide a terembe. És itt lesz a pad alatt. Akkor kimegyünk. Á, itt van a kedves barátunk. Hát, mit is nyomjak, hogy azért... Jó van már én is. Ez egy ilyen semleges, mondhatni semleges, úgyhogy nem rontottunk vele, úgyhogy megvan minden. Na, meg is van, igen, az összes. Tehát tegyük le. Ez is megvan. Igen, és azt hiszem most lesz, ja igen, most lesz az a rész, hogy az lesz a rész, hogy nem tudok beszélni. Szóval most lesz az a rész, hogy alá kell iratni egy igazolást Castiellel, és tehát az lesz lényeg, hogy összeverekedjenek Nathaniel és Castiel, úgyhogy tehát mindent el fogok követni ennek érdekében. Tehát itt is van, itt megfelelő válasz nála a B. Úgyhogy nem írta alá, visszamegyünk a Tanielhez, ha Kenit, Istenem, most, inkább hagyjuk. Na, Tanielnek, hol van az a gyerek? Istenem, Iris. Itt is van, na végre. El is elment egy csomó akciópont, úgyhogy még jó, hogy gyűjtöttünk egy csomót, vagy gyűjtöttem egy csomót. Na. Ki mindig ott van, ahol nem kéne? Na, azért. Teres, hát, jó. Igen, az igazolás. Azt mondja, hogy itt, már nagyon régen csináltam, de ha jól emlékszem. Na, várjunk itt, azt mondtam, hogy többféle lehetőség is lehet. Tényleg nem a
és akkor itt azt válaszol, hogy gondolhat, gondolkozzam csak, stb. És akkor ha erre nyomom, nem akarja elérni, abba hagyni a... Tehát, most így hirtelen nem emlékszem, mert lehet, hogy hülyeséget fogok nyomni. Hát azt tudom, az A azt mindenképpen rossz. Na most a B vagy a C... várjunk gyorsan. Egy perc kimehet, valamit a behet. Vagy B. Gondolkoztam. Nem baj. Mindegy, ezt még kijavítjuk. Igen, azt tudom, hogy az át kell írni, vagy az írni, nyomni, hogy aztán temberekedés legyen. Összeverkednek. Na, nagyon jó. Végig még a folyosón. Úristen! Verekedés a köbön! Jó, és megpróbálom megvédeni Castiel-t, hát mert mégis ez Castiel-ről szól. És persze itt kell a pénz, mert nagyon drága a Castiel. Egyen meg a szívét, de van pénzünk, úgyhogy 105 dollárt megvettük. Kezdte a hajdába, nem ér annyit az egész, nincs még erre szükség. Igen. Kellene, de kezdte a hajdákat, és azt mondta, hogy vonatkozzanak, hogy nem tartozik. Hajdek is. De egy... Ne. Az a lényege, hogy nem értem. Tehát a lényeget. Azt, hogy nekem vörös hajam van, és miért ilyen szőkéses izé. Na mindegy. Ezt a fiúkat és lenyomtottam a kezdőt, pedig beszélgettem, és hazamentünk. Mentünk. Jó lett volna. Na hát igen, tehát ez a itt vége a második epizódnak, és akkor jön a harmadik epizód, ami borzalmas lesz, most előre megmondom. Ahhoz is minimum 60 és 100 akciópont között, hogyha akkor jó esetben, tehát 60, tehát hogyha egymás után jönnek a szereplők, azt hiszem, de 60 mindenféleképpen 60 akciópont kell, hogy ezt a harmadik epizódban a kutyát meg tudjuk fogni. Mert egyszerűen de borzalmas ez a kutya. És azért kell. Úgyhogy itt véges az ugye a második epizódnak, és akkor majd a következőben jön a harmadik. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, és sziasztok!